Mindenkinek, aki nem lenne megelégedve az életével, és úgy érzi, hogy egy nyomorúságos, sivár élete van, és ne adj Isten valami modern, civilizált betegséggel küzd, mint maga a depresszió, és erre szedném egy gyógyszert a szakértők javaslatára. És mindamellett egy modern, civilizált életben él, tehát nem a gettóba, tehát van a feje felett tető, valamit enni, inni, ruházkodni, vannak barátok, ismerősök, van egészség. El tud menni nyaralni, tud venni egy telefont, és mindennek ellenére úgy érzi, hogy az élete egy katasztrófa. Nos, hadd mutassak valamit, ami segíthet más perspektívába helyezni ezt a nyomorúságos és sivár életet. Azt a mindenit srácok, ez igaz állatin amerikás, ha? Meddig merek elmenni, ha? Igazi graffiti is izé. Ez elég über. Akit jön mögöttem, mit szeretne? Megkérdezzük? Semmit. Ilyen helyi gyerekek itt játszanak, srácok. Ők nem depiznek, ez hogy lehet? Lehet, hogy kaptak valahol... Semmit, nyomkodják a tabletet? Lehet, hogy van egy gyógyszert kaptak az azértől a... Tablet ellen. Pszichológustól kaptak gyógyszert, hogy így... Ez segíti őket a depresszióból kijönni, vagy nem tudom, hogy mit szoktak adni, néha adnak injekciót, meg gyógyszert, és fölírják a szakértők gyerekek, úgyhogy nekik hinnünk kell, hisz ők szakértők, ugye tudjuk, hogy a szakértők, hogy ez értenek, mi ez nem értünk, úgyhogy nem tudom, mi a titkok, lehetnek kell kérdezni, hogy miért nem depisztek gyerekek? Hát itt laktok az izébe, itt laknak, baszki. Érted? És nem depiznek. Lehet, hogy nem elég gyors az internet, azt neki kell jönni, ők kicsit izé játszani. Nem biztos, hogy iPhone-t akarnak amúgy karácsonyra. Ja, lehet inkább kenyeret, vagy kaját inkább. Ez kemény. Szóval, ha valaki sokat stresszelne, vagy idegeskedne a kényelmes, fűtött, irodai munkája véget, vagy pedig már a legjobb telefonra még egy hetet várni kell, én azt javasolnám mindenkinek, hogy becsüljük meg azt, hogy van egészség, barátság, kapcsolatok, kaja, pia, tető a fejünk fölött, mert lehetne sokkal másként is. Nem tudom, mennyire jön át a videóból, hogy hol lakunk gyerekek, de itt a... Viva Mexico, cabrones!